Drágább lesz idén a húsvéti menü. A tojásért 30%-kal kell többet fizetni, mint tavaly. A minőségi húsvéti sonka ára 10-15%-kal emelkedett. A kereskedők azonban bizakodóak, szerintük az évelei juttatások miatt több pénzük van az embereknek, ezért erős húsvéti forgalomra számítanak. Tojásfestést és nyuszi simogatást is szerveztek a kőbányai termelői piacon. Jól sikerült az ünnepi vásárló csalogató, nem maradtak el a vevők. De hiába volt jó a forgalom, óvatosabban vásároltak az emberek. Erről panaszkodott az egyik eladó. Most már jobban megnézik az emberek, hogy mit vásárolnak. Hát az árak emelkednek hónapra. A minőségi termelői kötözött sonka országszerte 10-15%-kal drágult tavalyhoz képest. Kilója 3600 forintba került a piacon. Boltban olcsóbb, igaz, kevésbé jó minőségű gyors pácoltat is lehet kapni 1500 forintért. Mi kerül a húsvéti asztalra? Bableves a sonkaléből, sonka, tojás. Húsvétkor átlagosan 5-ször annyi tojást fogyasztanak a magyarok, mint egy normál hétköznapon. A legolcsóbb darabja 40 forintba kerül, de a jobb minőségű mélyalmos tojásért már 100 forintot is elkérnek a boltokban. Az ukrán-orosz háború okozta áremelkedések hatásait látjuk. Ez egyrészt 60-80%-os takarmányemelkedést jelent, másrészről körülbelül, amit az Agrárgazdasági Kutatóintézet jelzett, az elmúlt időszakban egy 28-30%-kal emelkedett a tojás ára. Itt nincs megállás, a Tojásszövetségnél úgy számolnak, az ünnep után további drágulás jöhet. Iszonyatos. Így foglalta össze az árakkal kapcsolatos tapasztalatait ez a nő. 6 főre főz idén, eddig 40 000 forintot költött a nagy bevásárlásra. Ki kell fizetnünk, mit csináljunk? Nem bepróbál csak annyit venni, amit elfogyaszt. Ez a vevő maximum 30 000 forintot szán a húsvéti menüre, kevesebb zöldséget vesz, ezen igyekszik spórolni. Horror árban van a paradicsom, tehát 1000 forint fölött van egy kiló bárhol. Tehát, hogy az alatt nem nagyon van, és akkor itt még az idény zöldségekről nem is beszéltem. Drágaság ide vagy oda, a Kereskedelmi Szövetség bizakodó a várható forgalommal kapcsolatban. Az elmúlt napokban is jelentős forgalom növekedésről adtak számot a kereskedelmi vállalkozások. Azzal számolunk, hogy a húsvéti bevásárlások értéke és mennyisége, volumene is emelkedni fog a múlt évihez képest a jelentős drágulás ellenére. A hivatalos statisztika szerint a múlt hónapban 8,5%-os volt az infláció, de a híradónknak nyilatkozó vásárlók ennél jóval nagyobb mértékű drágulást érzékeltek.